kedves kis falumban karácsonykor magába szállt minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni az én kedves kis falumba, a Messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, lélek, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt nem a nagy Isten szent kegyelmes súgva szállna, az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Köszöntöm Önöket ezen a szép estét. Külön köszöntöm vendégeinket, településünk előjárt, rádiálóit, a Balatonfüredi tankerület igazgatóját, Szabó Lajosnak, az énekarokat, Tapolcai Bacsányi kórus, a Tapolcai Bogyánstárs énekegyüttes és a Szintigeti Általános Iskola kórusát. Köszöntöm a családokat, a leendő első osztályosokat és családjaikat, a település lakóit és érdeklődőket. Köszönetet mondok főtisztelendő Ákos atyának és az egyház képviselőinek, az énekaroknak és karnagyaiknak, Haga Kálmánnak, Vér Krisztinának, a hangszeres kísérőknek, Kovács Adjelnek, Gudmán Jánosnak, az iskola tanulóinak és a családtagoknak, az iskola minden dolgozójának, akik ezért dolgoztak, hogy ez a program létrejöhessen. Most felkérem főtisztelendő Ákosnak az áldásra. Ez az Isten háza. Ez az Isten háza. És kapuja a mennynek. Ez az Isten háza. Az Isten háza. Kispolgár itt nem érzi otthon magát. A rágózó, zsebretett kézzel ülő ember nem érzi itt jól magát. Az az ember, akit, az a kispolgár, akitől Pilinszky János költő, katolikus költő azt mondta, hogy félek, mert házi kutya istenkéje van, az nem érzi jól magát. Ez az Isten háza, és kapuja a mennynek. És azért az Isten háza, mert Isten emberré lett, megtestesült. Élő templom lett. Már itt áll a házunk falánál, és nem sokára benéz a teremtés rácsos ablakán, ami életünkbe akar betekinteni, ami emberi világunkba, hogy megrendüljünk, ne cinikusan rágózva zsebretett kézvel, felszínességgel, zajokkal, fecsegéssel töltsük meg a szívünk barlangját, hanem az ő világosságát, megrendültséggel. Benéz a mi teremtésünk rácsos ablakán, és tekintetével éppen rád néz. Viszonzod-e az ő tekintetét? Keresed-e az ő tekintetét? A kegyelemben most jön el a tavasz. Lehet, hogy kint még a tél közepe van, de a benső tavasz itt a tél közepén kezdődik el. Advent utolsó napjaiban mi, római latin rítusú keresztények, rácsodálkozva szólítjuk meg a megváltót ezzel a szóval, hogy ó, rácsodálkozó megrendültséggel. A mai napnak a megszólítása, mert rácsodálkozunk, hogy el van rejtve ő a múltba és a jelenben,
úgy szólítjuk meg, hogy ó napkelet, örök fény sugara, igazság napja, jöjj el, és világosíts meg minket, kik sötétben ülünk a halál árnyékában. Ó Jézus Krisztus felkelő napunk és világosságunk, ha te nem világítasz, lelki sötétségben és a halál árnyékában ülünk, ha a te igazságod nem ragyog, csak ködben tévelgünk, ha a te szereteted melege nem sugárzik, fázunk, és erőt vesz rajtunk a csüggedés. Te vagy a fény a fényből, a világosság a világosságból, aki az isteni örök fényesség sugarát hoztad el a földre. Benned felragyogott nekünk az atya örök terve, és feltündöklött a beteljesülés fénye. Ne engedd, hogy sötétségben a világ árnyai között bolyongunk, és lelkünk a halál hatalmában maradjon, hanem világosítsd meg szívünk sötétségét. Adj bátorságot, hogy viszonozzuk szerelmes közeledésed. Jöjj el közénk, legyen igazi karácsonyunk, és üdvözíts minket. Mert hiába született meg a világosság a világosságtól, ha a te szíved barlangjában nem születik meg ez a világosság, az örök szent karácsony. Kívánom mindenkinek, hogy szeresse az Isten templomát, a mennyország ajtaját, ne kispolgárként jöjjön ide, hanem egyszerű pásztorként, akiben meg tud születni a világ világosságot. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, szép szeretettel bővelkedő karácsony Krisztus születést. Krisztus születik, dicsőítsétek. Amen. Megkérem, együtt adatok, hogy Ligeti Általános Iskola igazgatóját. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Erős várom, Isteni. Újra együtt vagyunk itt, a katolikus templomban. Sok szeretettel köszöntöm az ünneplőket. A tavalyi ünnepség után annyi köszönetet kaptunk a hallgatóságtól, vagy azoktól, akik felvételről megnézték a műsorunkat, hogy idén magától értődő volt, hogy újra ide jövünk a templomba. És itt töltjük együtt ezt a szép estét. Miért így ünnepelünk? Karácsony nem lehet meg éneklés nélkül. A bevásárló központokban, a munkahelyeken, a tereken, a lakásokban karácsonyi dalok szólnak minden lehetséges technikából már hetek óta. A mi csatanulóink csodálatosan énekelnek, szeretnek énekelni, szeretnek örömet szeretni. Szeretnénk, ha minél többen, minél többször hallhatnák őket, eddig erre pedig ez a legjobb hely, a Szigligeti Katolikus Templom. Iskolánk kórusa körülbelül 30 tanulóból áll, második osztálytól 8. osztályig vannak benne tanulók. Vezeti az énekzeneszakos kolléganő, Bér Krisztina, 1998 óta. Neki sikerült megvalósítani a tanulók körében az öröm éneklést, ami az énekzene tanítás legmagasabb eredmények számítva az iskolában. A mai koncerten az iskolai gyermekkórus, a patonás, tapolcai Bacsányi vegyeskarral is együtt fog énekelni, ugyanis Bér Krisztina ennek a kórusnak is vezetője. A felnőtt kórust 8 éve vezeti, a kórus egyébként 1956-ban alakult, és nagyon sokáig egyedüli énekkara volt Tapolcának. 1969 óta viseli a mai nevét. A másik felnőtt kórus, a Tapolcai Protestáns Templom énekegyüttese, őt Eisler Csaba orgonista és kántor 2008-ban alapította. Haga Kálmán zeneiskolai fúvós hangfüles oktató a karnagy a 11 óta, azért vette ő át, mert időközben az alapító karnagy Tapolcáról elköltözött. A kórus azért van itt, nézzék el nekem, mert én is itt énekelek, és boldogan jöttek, amikor kértem és hívtam őket. A protestáns kórus érdekessége, hogy önfeltartó, nem támogatja egyetlen szervezet sem, a szereplésekre saját költségen mennek el, ingyen, a szabad idejükből, és amikor hívják, mennek, és mennek próbálni.
A karnagyoknak és a tagoknak tavaly elég volt egyszer felvetni a közös éneklés gondolatát, akkor azonnal igent mondtak, idén már magától értetődő volt, hogy jönnek. A fellépők egy nagy csoportjáról, vagyis az iskolán nem énekkaros tanulóiról még nem tettem említést. Ők erre az alkalomra szavaló kórussá alakultak Csák Enikő tanítónéni vezetésével. Őket is hallhattuk a műsor elején. A karácsony az ember tudatában semmilyen más ünnephez nem hasonlítható. Az emberiség zsigereiben él a napforduló, a természet sötétjét felváltó világosság, évről évre való a természet megújulásának reménye. 2000 éve pedig a megváltó születésének a napja. Ezt naptár, televízió, bevásárlóközponti hangos bemondó nélkül is megérezhetjük, tudjuk. Ma a téli napforduló van, december 21-e. Mától hosszabbodni kezdenek a nappalok, rövidülnek az éjszakák. Vas Albert a Kuntinelli Boszorkány című regényében így ír egy korábbi december végi napról, erről az emberek lelkében megújuló érzésről, tudásról. Egybe folytak rendre a napok. A rövid nappalok, a hosszú éjszakák, a fejés, etetés, szénahordás, vanétakarítás, a fa, a víz, a tűz, minden egybe folyt. Mint egy apró, szürke gyöngyszemek egybefolynak, a zsinóra fűzi őket az idő. A tűz mellett este a rúzsaj, apad a gyapjú, gyarapodnak a fonalgombolyagok. Így volt ez. Ez volt a tél, az élet, a törvény. Aztán egy este valahogy már az egész nap olyan furcsa volt, mintha valami feszült várakozás előzte volna meg azt az estét. Amikor reggel kinyitotta az ajtót, mintha a tisztás tágasabb lett volna valamiképpen, a nap fényesebb. A hónap szaga volt. Valami tavaszira emlékeztető, furcsa lágy szaga. Később a pajta eresze csöpögni kezdett. Valami különös, langyos szellő jött lentről, és egy fal alig észrevehetően megrázta magát, s ágairól nagy, puha cafadokban hullott alá, suhanva a hó. Ott nézengett a ház közül, és várt. Később bement. Magába ragadta az ünneplő ruhát, a piros csizmácskát és a tulipános bundikót, és úgy támaszkodott neki a ház falának, és várt. Aztán lement a nap, és nem történt semmi. A szél megfordult, és az eget felhők lették el. Gyorsan lett sötét. Csalódottan ment be a házba, meggyújtotta a mécsest, leült a kemence sarkára, és várt. Aztán egyszerre csak ugatni kezdett a pajtában a kutya, feldobbanó szívvel egyenesedett ki, figyelt. Léptek? A kemencében felnyögött a tűz, füstszag. Szél nyomta le a lángot, a mécsest meglebbent, s a padláson felsóhajtott egy gerenda. Aztán hirtelen szélesre tárult az ajtó, mintha nem is emberi kéz nyitotta volna ki, és a küszöbön ott állt behavazott szakállal, behavazott kucsmában két öregember. És mögöttük a mécs gyönge fényében látszott a fekete éjszaka, és a fekete éjszakában nagy, puha helypelyhekben hullott a hó. Megszületett a Jézus Krisztus. Mindörökre ámment. A két öregember belépett, volt bennük valami méltóságosan ünnepélyes, ahogy beléptek. Az asszony szíve a torkában vert, fölállt, meghajtotta a fejét, nem szólt, szemem mögött könnyeket érzett, és szíve, mintha föl akart volna jönni a torkán. Érezte, hogy szép, komoly pillanat ez, méltóságosan komoly pillanat. Emlékezett, hogy valamikor régen hallotta már ezeket a szavakat, faluberi gyerekektől, de nem tudta, hogy mit jelentenek. Állt, két kezét összetette, és várt. A két öreg belépett. Betették maguk mögött az ajtót, kucsmájukat levették, lerázták róla a havat, aztán megálltak egymás mellett ünnepélyesen, és hirtelen elkezdte. Eljövénk-e házhoz, hogy hírt adjunk róla, aki megszületik barmok jászolában. Úr Jézus Krisztusról, mi itt vezítőnkről, aki megszabadít minket bűneinktől. Ki magára vevi a szegények terhét, árvák hármaságát, özvegyek keserét, hogy mind vele menvén eljuthassunk végre mennyei országba, örök üdvességbe.
Legyen hát e házon, s benne lakó népen, békesség és áldás Úr Jézus nevében. Jó lejjék a jószág, gyarapodjon minden, apraját és nagyját áldja meg az Isten. S kik jövünk e hírrel, szegény pásztor népek, messzi Betlehemből, ha nem is hinnétek, lássatok vendégül, tisztességgel kérünk, hadd légyen a háznál békés pihenésünk. Amen. Áldott, békés, szép ünnepet kívánok mindannyiuknak, és jó szórakozást kívánok a kórusok előadásához. Kérem, hallgassák meg a karácsonyi műsorunkat. És a műsor végeztével én, a szülői munkaközösség megvendíteni önöket, és fogadjon a kilenc helyzetet. Thank you.
Szent Anna szülte Máriát,
figyelj. Eljött a nap, mit várva vártunk, az égen csillagfény tartó, kis Jézus fáját elhozták a harkat szálló angyalok. Köszönjük néked, édes Jézus, hogy szíved minket
áldott békés szép ünnepet kívánok mindenkinek még egyszer. Ügyesek voltak. Jó. Tessék.